Mivel ugye történész vagyok, és nagyon jól tudom azt, hogy a múltból egy kicsit azért táplálkozhatunk is a jelenben, én azt gondoltam, hogy egy kis jövőképet is felvázolok, tényleg csak röviden, mert ahogy így az ember kutatta az elmúlt 40 évnek a történéseit, a mai jelenben egy kicsit ilyen déjà vu érzése van, mintha a történelem ismételni önmagát. Paks polgármestere tartotta a harmadik kor egyeteme őszi szemeszterének nyitó előadását, a város elmúlt 40 évéről és jövőjéről is beszélt az érdeklődőknek a Városháza nagytermében. A negyedik éve tartó rendezvénysorozatot a Paksi Önkormányzat, valamint a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kara szervezi. A program változatos. Vannak előadóink, akik visszatérnek, mint például Gruber László, aki a világ legkülönbözőbb országaiba járt, és majd ebben a fél évben is rendkívül érdekes üzbegisztáni útról fog beszélni. Vannak olyan visszatérő előadók, mint jó magam is, aki nagyon nagy örömmel osztja meg az idősekkel, az idősek közösségével, a világ különböző tájain, az idősek életmódjával, életével kapcsolatos ismereteket. A programfelelős a Kaukázusban tett utazásáról beszél majd, de itt lesz Király Gabriella, aki a generáció közötti kapcsolatokról tart ismertetőt, és lesznek egészségügyel kapcsolatos előadások is. A fél év tananyaga két szempont alapján szerveződik. Egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, amelyek során kirajzolódik, hogy mi az, ami igazán érdekli a harmadik kor egyetemének hallgatóit. Nos, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy azok az aktuális történések, amelyek a világban körülvesznek minket, ezek mindig megjelenítődjenek. A harmadik kor egyetemének következő előadása október 21-én lesz, és a magas vérnyomásról szól majd.